Az alapos bemelegítés távol tarthatja a sérüléseket, tudja ezt Gyurmánci Diana is, aki az utóbbi időszakban megtapasztalhatta, mit is jelent egy táncosnak, ha hónapokig nem áldozhat a művészet oltárán. A Győri Balett harangozó díjas táncművésze szeptemberben a Passage című darab fotós főpróbáján szenvedett részleges bokaszalagszakadást, akkor megígérte, amint visszanyeri formáját, szívesen mesél a mögötte hagyott hónapokról. Nyilván ez a sérülés, ez nem csak testileg, lelkileg is eléggé megviselt, és azt gondoltam, hogy sokkal jobb mindannyiunknak inkább akkor találkozni és arról beszélni, amikor már újra esetleg színpad közeli állapotban tudhatom magam, bár ugye most még a Covid azért ennek így közbe szól, de legalább már a balettteremben 100%-osnak mondhatom magamat. A sérülés tehát a múlté, keményen dolgoznak a baletteremben, most éppen duettpróba zajlik. A komoly terhelés a táncosok esetében is állandó sérülés veszéllyel jár. Gyurmánci Dia elmondása szerint szerencsésnek mondhatja magát ebből a szempontból. Egyrésztről nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert 18 éves korom óta vagyok a Győri Balett tagja, és ez volt az első komolyabb sérülésem. Azt gondolom, hogy amúgy ez egy táncművész életében ritka, úgyhogy meg kellett ismerkednem és barátkoznom ezzel a helyzettel. Olyan szempontból viszont nagyon rossz kor jött, hogy a premier előtt gyakorlatilag két nappal történt a baleset színpadi fotós főpróbán. Ez a része viszont tényleg nagyon nehéz volt így feldolgozni, hogy az egész nyarat végdolgoztam, és nagyon sok energiát belefetszoltam ebbe a szerepbe, és pont a bemutatás része maradt el, és nem találkozhattam a közönséggel. A koronavírus helyzet miatt sajnos ez a közönséggel való találkozás még mindig várat magára, de a társulat így sem ül a babérjain, minden lehetőséget kihasználnak, hogy művészetüket közvetíteni tudják az emberek felé. Kicsit nehezebb azért így napi szinten dolgozni, hogy nincs, nem kapjuk meg azt a fajta visszajelzést. Azt gondolom, hogy igyekszünk, a Győri Balett és Velekei László nagyon komolyan igyekszik, hogy egyre több helyen internetes elérhetőségek legyenek, de az se a nézőnek, se nekünk azért valljuk be, nem ugyanazt az élményt nyújtja. Gyurmánci Diana elmondta, rengeteg terve van a társulatnak a jövőt illetően. Január 29-én pénteken például a Nemzeti Táncszínházban rögzítik a Passage című darabjukat, melyet majd az online térben láthatnak a nézők.